Megyei jogásznapot szervezett a Szekszárdi Ügyvédi Kamara a Magyar Jogászegylet Tolna megyei szervezetével közösen. A szakmai programot a Szekszárdi Vármegyeházán rendezték meg neves vendégekkel. Két szempontból is nagyon örülök, mert egyrészt diákkorom ebbe a megyébe töltöttem, és mindig szívesen jövök vissza, másik pedig, hogy a Magyar Jogász Egyletnek az ügyvédség jelentős létszáma a tagjai, tehát minden olyan rendezvényen, ahol az ügyvédek számára hasznos információkat és a hivatásrendek közötti találkozása lehetőség van, azon szívesen veszünk részt, és szívesen propagáljuk, és ennek egy nagyon szép megnyilvánulása ez a mai rendezvény. Dr. Súlyog Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke előadásában beszélt a szervezet helyéről és szerepéről az európai jogi térben, valamint kifejtette döntéseinek elvi és szerkezeti hátterét. Emellett beszámolt az alkotmánybíráskodás mai kihívásairól is, de az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét is érintette a gyakorlati megvalósulásában. Azt gondolom, hogy az alkotmánybíróságoknak az európai jogi térben való szerepe, a szerepének jövője, ugye az egy igen komoly kérdés, és úgy gondolom nagyon fontos. Másrészt pedig hát természetesen a magyar alkotmányos rendben betöltött szerepe és helye, úgy gondolom, hogy az utóbbi években is folyamatosan erősödött, és megtalálta azt a pozícióját az Alkotmánybíróság 2012 óta, hogy amit az új hatáskörei számára kijelöltek. Dr. Trocsányi László, korábbi igazságügyi miniszter, a jogásság helyzetéről, feladatáról és társadalmi szerepéről, illetve a társadalmi felelősségvállalás, valamint a jogi oktatás mai szerepéről beszélt. A mai korban kiemelt jelentőséget kap a digitalizáció és a globalizáció, melynek köszönhetően a jogászoknak ma már teljesen más környezetben kell dolgozniuk. A mai jogászoknak mind képességekben, tehát más kell tudni, ne felejtsük el olyan kérdéseket, mint az adatvédelem, a GDPR, és még sorolom azokat a dolgokat, amiket most van, elektronikus ügyintézés. Tehát még régen egy ügyvéd elbalagott a földhivatalba, szépen papíralapon beadta a dokumentumokat, most már gyakorlatilag minden elektronikusnak, és jönnek az automatikus döntéshozatal. Nagyobb lesz a felelősség. Tehát igazából az új kihívások új felelősséget is jelentenek a jogászokra. A nemzetközi kereskedelem egyre nagyobb hangsúlyt kap, ezért egészen másfajta szerződéseket használunk ma már. A harmadik nagy változás az Európai Unió jogrendszerének változása, amely szerinte teljesen átalakítja a nemzetközi jogrendszereket is. Ezek a kihívások együttesen okozzák, hogy egyre nagyobb felelősség hárul az ügyvédekre, bírákra és a jogászokra.